Fali naptár Nagybányán. Úgy látszik, hogy nagyot álmodtak a teleki magyar háznál. Azt szerették volna, hogy az emberek ne felejtsék el, főleg a fiatalok, hogy milyen volt régen Nagybánya. Ezért új év előtt olyan fali naptárat készítettek, amelyen a legszebb régi fotók is szerepelnek. Mutatjuk. A monarchia idejében készült felvételek, tehát 18 előtti képek szerepelnek benne. Az első egyszer volt Nagybánya naptárat mutatja Dávid Lajos, a teleki magyar ház vezetője. 12 évvel ezelőtt indították el ezt a sorozatot, hogy a régi fotográfiákat és képeslapokat felhasználva átmentsék az emberek emlékezetébe a régi városképet. A festőiskola következtében nagyon megnőtt az érdeklődés a város iránt, idegenforgalom, turizmus tekintetében is. A századforduló időszakában, illetve az azt követő években megpezsdült a város, és hát a helyi fotográfusok is, meg az ide érkező, ide látogató vándor fotósok, fotográfusok is úgy érezték, hogy ezt a helyet, amely annyi festő, képzőművész érdeklődését felkeltette, hát az képeslapokon is meg kell örökíteni. A naptárak elkészítésében helyi képeslapgyűjtők is segítettek, egyik magángyűjteményt pedig meg is vásárolta a teleki magyar ház, hogy alapanyagként szolgáljon a helytörténeti naptárakhoz, és digitalizálva megmaradhasson az utókor számára. Elmentünk a piros süveges kálvinista templom mellett a Híd utcán. A naptára praktikussága mellett szellemi táplálék is egyben, hiszen a képeket magyar írók és költők Nagybányáról szóló idézetei kísérik. A teleki magyar ház vezetői azt szeretnék, ha főként a máramarosi szórványban élő fiatalok képet kapnának városuk múltjáról, mert azok, akik román iskolában járnak, nem igazán tudnak erről, vagy hamis történelmet ismernek. Azt szeretheti igazán szülőföldjét, aki ismeri. Azt gondolom, hogy egy ilyen naptárral is ez a feladat, hogy még egy kicsikét közelebb hozni, még egy kicsikét megismertetni, mert aki ismeri, szereti, aki szereti, az itt marad, vagy ha időszakosan el is kerül innen, akkor hazajön, mert sokkal erősebb szálak kötik őt az itthonhoz. Gőzerővel dolgoznak a nyomdagépek, már csak az utolsó lépések vannak hátra ahhoz, hogy elkészüljen a régi Nagybánya naptársorozat 2016-os kiadása. Ezt egy családi magángyűjteményből származó filmnegatívokból, valamint színes diaképekből állították össze, amelyeket Császi Pál készített Nagybányán 1940 és 44 között. Ezúttal 300 példányt nyomtatnak a nagy népszerűségnek örvendő fali naptárból. Szeretjük ezt a fali naptárt azért, mert emlékeztet arra, hogy kik voltunk, merre felé kellene menni ahhoz, hogy élhetővé tegyük a magunk környezetét, mindazt, amit szeretünk, ahol felnőttünk, ahol a gyermekeinket szeretnénk nevelni, unokáinkat, ne talán. Szép emlék, és lapozható, ajándékozható. A teleki magyar ház az egyszer volt Nagybánya nevet viselő naptár mellett rendszeresen jelentett meg helytörténeti jellegű könyveket, hogy hiteles információkat örökítsenek át az utókor számára Nagybánya történelméről.